Üdvözletem! Csütörtök, akkor Flaster is, méghozzá Erkis Kornéliával. Szervusztok! És Kósa Andrással. Szervusztok! Azt elfettem elmondani, hogy Kornélia ugye az én munkatársam a Magyar Hangnál, András pedig nem a munkatársam a Népszavánál. Így teljes a kép. Na, tudom, hogy most inkább ilyen kellemes tavaszi hangulatban kellene zsonganunk, ugye itt van a nagy nyitás a nyakunkon, és a teraszok már egyébként is, és ma már viszonylag jó idő is volt. Egy korsósörs tilszerű lett volna mondjuk speciális, meg jó is esne. Photoshoppal vagy igazándiból? Hát akár igazándiból. Igazándiból. Hát én kaptam két üveggel a operatőr kollégától, mert ő amatőr, de profi sörfőző, úgyhogy amiről te csak ábrándozol, az nekem a örök valóság lesz estére. Nos, szóval, hogy ebben a hangulatban kellene beszélgetnünk ilyen kellemes dolgokról, de azért beszélgessünk egy kicsit a valóban a rög valóságról. Ugye volt ez a mi kezdeményezésünk, hogy 40-nél is több szerkesztőség írt egy petíciót, hogy engedjenek oda minket a egészségügyi intézmények legalább közelébe, meg beszélhessünk egészségügyi alkalmazottakkal, ápolókkal, orvosokkal, ebből aztán nem lett semmi. De hát megtörte a csendet most Bucsi László, a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház főigazgatója, mert valamiért úgy döntött, hogy most igenis elmondja, bár már lecsengőben van, úgy tűnik a számok alapján a harmadik hullám, hogy hogy is nézett ez ki náluk. Azt mondja, hogy 125 covidos intenzív ágyat jelöltek ki náluk, szóval 3 héttel ezelőtt 123 foglalt volt, tehát gyakorlatilag majdnem teltház, de ugye vidéki kórházokban tudjuk, hogy ennél cudarabb is volt, vagy más vidéki kórházokban a helyzet. A lélegeztetőgépre került betegek 84%-a halt meg, ami egy elképesztően rossz szám, és drámai szám. És azt mondja, bérelniük kellett 2 hűtőkonténert, mert a holttestek már nem fértek el máshol. De 2 hete ezek is megteltek. És még azt is hozzátette, hogy a krematóriumban meg kellett kérni a ott dolgozókat, hogy 3 műszakban teljesítsenek szolgálatot, mert hát olyan sok volt a feladat. Szóval, hogy tudom, hogy most már arccal a tavasz felé, meg most már minden nagyon szép és minden nagyon fantasztikus lesz, de hát itt van az, hogy miért is nem mehettünk mi, nem kormánypárti újságírók az egészségügy közelébe, és miért kellett kizárólag olyan interjúkat, riportokat írnunk, készítenünk, ahol csak név nélkül mertek ugye megszólalni az egészségügyben dolgozunk. Hát és itt van az, hogy miért nem látogatott mostanában ugye kórházakat a miniszterelnök. Tehát amikor még csak arról lehetett beszámolni, hogy bezeg Bergámóban, meg bezeg más helyeken, Franciaországban, ahol hűtőkonténerekbe tartják már a halottakat, hogy ott úristen, micsoda összeomlás van, akkor ugye, akkor érdekes mondom, például a magyar közmédia is szinte ilyen, talán emlékeztek, véres karként mutogatta adott esetben ezeket a képeket, hogy bezeg nálunk ehhez képest mennyire jó a helyzet, és aztán mikor kiderült, hogy nálunk sem ilyen jó a helyzet, akkor ugye szokásos reflexként jött a hallgatás és az elhallgatás, és pedig szerintem felnőttebbként kéne kezelni a társadalmat ebből a szempontból. El lehetett volna mondani azt, hogy igenis emberek, ez egy nagyon brutális, halálos járvány, adott esetben ilyen következményei vannak. Én abszolút nem vagyok híve annak mondjuk, hogy egy operatőr például egy lélegeztetőgépen tartott ember arcába belenyomja a kamera objektívjét természetesen, de lehetne ezt visszafogottan ízlésesen, hát most bocsánat, kicsit lehet, hogy morbid kifejezés ebbe a kontextusba, de lehetne ezt természetesen visszafogottan is csinálni, ahogy egyébként ugye csinálták például a Romániában, ugye a Székelyudvarhelyi Kórházzal kapcsolatban, vagy Dunaszerdahelyen. Készültek olyan dokumentumfilmek, amik úgy be tudják mutatni a helyzetet, az egészségügyi dolgozók küzdelmét, hogy egyébként nem csúsznak át, bocsánat, ilyen halott pornóba például, tehát, de egyszerűen tudjuk azt, hogy nem is, engem egyébként nem ért meglepetésként ez az elzárkózás a kormány részéről, mert tudjuk azt, hogy bármi probléma van, akkor mindig a tagadás a válasz, és azt, hogy nem, itt nálunk minden rendben van, aki más mond, az hülye, és nem mond igazat. Igen, ennyit arról, amit erre a kezdeményezésre válaszoltak. Ugye a válaszok közt szerepelt az is, hogy nincs itt semmi probléma, hiszen rengeteget nyilatkoznak az orvosok. És hát ugye itt van egy kórházigazgató, aki azt mondja, hogy az a kifejezett kérés a minisztériumtól, hogy ne beszéljen adatokról, amiről nyilván azért tudjuk, hogy miért van, de engem azért minden egyes alkalommal megdöbbent, olyan mértékben nem logikus egyszerűen az, hogy ő ezeket nem közölheti. Egy darabig nem logikus, de hogyha ott van a kutya elásva, amit András is mond, hogy egyszerűen ezt a
folyamatos és fantasztikus sikert, amit a kormány kommunikálta a vírus háborúban, mert ugye ez nekik ilyen háború volt, és mindig folyamatosan győzelemre álltunk, minden hullámban levertük a vírust, lenyomtuk a földet. Ott az nem fért volna bele, hogy amit például nekem ugye név nélkül elmondott az egyik szakápoló, hogy milyen alapon válogatnak a betegek közül, hogy egyáltalán kikerülhet lélegeztetőgépre, mert már nincs annyi szakember, aki el tudná őket normálisan látni. Ezért reggelente összeül a orvosi bizottság, és azt mondják, hogy ő mehet gépre, sajnos többiek meg már nem, mert nem fogjuk tudni megmenteni, és inkább mentsük meg azokat, akit esetleg még meg lehet. Tehát, hogy ezek nem kerülhettek ki, mert bepiszkították volna a fantasztikus sikerpropagandát. Ez a szomorú ebbe egyébként. Meg nagyon fontosnak tartom azt, amit András mondott, hogy felnőttnek tekinteni az állampolgárokat. Számomra egy nagyon ijesztő pillanat volt az még a tavaszi hullámnak a legelején, amikor láttam azt a döntést, hogy a kormányzat úgy döntött, hogy ezt az egész projektet az állampolgárok nélkül fogja megcsinálni, a polgárok nélkül. Tehát ugye megszűnt a tájékoztatás, teljesen szelektívvé vált, és az volt a kommunikáció az állampolgárok felé, hogy ti csak mosogassátok hipóban a tojást, és a fontos dolgokat pedig mi majd a fontos helyeken eldöntjük, megbeszéljük. Mi tudjuk az információkat, tehát ugye mikor nyilvánosságra került például ez a táblázat, akkor utána volt olyan miniszteri nyilatkozat, ami arról szólt, hogy hát igen, ők tudják, ismerik ezeket az adatokat, de az állampolgároknak nem kell. De csak az a furcsa, hogy igen, de és az a furcsa, hogy a kormány inkább játszik hülyét időnként, csak hogy tényleg ne kelljen adatot szolgáltatni. Ugye ez a legaktuálisabb példa, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ ugye képes volt azt válaszolni, hogy nincs adatuk arról, hogy melyik városba, melyik településre hány embert oltottak be. Tehát 2021-ben nincs adata a kormánynak arról, hogy az oltásokat hogyan osztották el, és ki kapta meg. Tehát, tudod, mi a durva, hogy én ezt simán elhiszem. Tehát, hogy itt nem kamuznak, hanem de majd elmondom az én saját kis személyes példámat, az de, alapján te is el fogod hinni, hogy jó, csak tényleg nem kamuztak, tényleg nem. Lehet, de akkor meg, akkor könyörgöm, akkor tényleg akkor a 19. században élünk. Tehát azért hát és akkor ezt most megállapítjuk majd megint sokára, tehát hogy kormányozni be ezek tudnak. Na, hát nem. Jó, persze, de hát szóval a kormány nem tudja azt, hogy Békés Csabán, Szombathelyen, nem tudom, Bátonyterenyén éppen hány ember nincs beoltva, vagy nem lehetne erre esetleg adat, mert nincs-e szükség adat esetben, például mondjuk valahol, tegyük fel Békés megyében mondjuk harmadannyi embert sikerült eddig beoltani, mint mondjuk Vas megyébe, hogy akkor nem kéne célzott intézkedéseket mondjuk ott arra megyére megállapítani? Tehát nem. Ezek na figyelj, mindjárt elmondom az én kis személyes példám alapján, amit tudom, mindig én szoktam mondani, hogy a egy személyes közvélemény kutatás az annyit erre amennyit, de ez most nem az, ez nem vélemény, hanem ami történt. Csak még visszakanyarodva, hogy amit te is mondtál, tehát a bánat se akart ilyen szenzáció hajhászanyagokat készíteni, nem erről van szó, hanem csak tényleg azt szerettük volna, hogy aki elmondja azt, hogy nehéz a helyzet, de mit tudom én, erre van szükség, viszont ez meg jó, meg csak magát a valóságot, hogy az ne arc nélküli fantom, meg név nélküli fantom legyen, hanem elmondhassa, így nyugodtan. Csak hát mondjuk olyan lett volna, én most beszéltem több beteggel is, ilyen vidéki kórházakban, hogy neki kellett bevinni a párnát, meg az ágyneműt, mert már annyira nem volt semmi, kifogyott mindenből a kórház. És hogy nyitottak ilyen, már itt ott ilyen úgynevezett kényszer Covid osztályokat, hát ami helyiséget fel tudtak szabadítani, ugye amikor a tetőpontján volt a járvány, és akkor szépen vitték be, telefonáltak haza, ugye nem engedték már a pozitív teszt után őket, vagy már nagyon vacakú voltak, fűtetlen szobába hívták a rokonokat, hogy kéne egy kis takaró. Na most gondolj bele, hogyha te odamész riporterként, hogy nézne már az ki a Nyugat-Európa is a mi egészségügyünket irigyli üzenet közepette, hogy neked azt mondja ott egy néhi bácsi, hogy hát az a helyzet, hogy nagyon fázom, mert még nem ért ide a rokonság a takaróval. Nem? Az egy kicsit úgy izé. Na, szóval, hogy milyen katyvasz meg káosz van. Én, aki ugye átestem a betegségen, néhány nappal azután, hogy lejárt a karantén időszak, megkaptam a felkérésemet, hogy mehetek oltásra. Ami nem biztos, hogy jót tett volna az én drága pici kis szervezetemnek. Egy, kettő. Hozzám ezen kívül, az üzeneten kívül, hogy mehetek oltásra, semmilyen szinten nem szólt egyetlen egy hatóság se. Se a betegségem alatt, se azóta. Mert hogy én ugye elkövettem azt a súlyos hibát, erre tessenek odafigyelni, 4 napos ünnep alatt lettem pozitív.
Úgyhogy nem a saját házi orvosom, mon keresztül történtek a dolgok, hanem egy ilyen véletlenszerű valakin, aki épp ügyeletes orvos volt. Én ugye oda kellett adnom neki a pozitív tesztemről szóló igazolást, mert csak így tudta felírni ezt a favipiravir gyógyszert. Hoppá, hogy kimondtam. Az már nincs meg, ugye ez ott van. Ő nem tudom, hova továbbította, de a házi orvosomhoz nem érkezett meg. Így a házi orvosom például nem tudta bejegyezni a egészségügyi akármimbe. Ezt pont ma néztem meg, hogy már hol a búbánatba kering az én védettségigazolványom. Hát sehol, mert a rendszerben én még nem vagyok nyilvántartva, mint pozitív teszttel rendelkező egykori COVID és már gyógyult beteg. Úgyhogy ebből, hogy én hogy fogom előásni a védettségigazolványomat, a fogalmam is nincs. Most ha ezeket összerakod, akkor érted, tehát hogy ügyeletes orvos és a házi orvos között sem ment át az információ, úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy nem igazán tudják, hogy hol mennyi oltott van. Hát és akkor ne beszéljünk olyan apróságról, hogy amit szépen csendben, különösebb viszony nélkül egyébként érdekes módon, akár média viszony nélkül is, ugye nagyon régóta feladtak már a kontaktkutatásokat például, tehát, vagy azt, hogy továbbra is milyen keveset tesztelünk, egyebek, tehát ezekről szinte már, hát pár a mi inger küszöbünket sem érje el, valljuk be, úgyhogy... Hát valószínűleg egyébként ezeknek is köze lehet ahhoz, hogy a halálozás az ennyire magas. Volt, és még most is az. Hát nyilván, hát kontaktkutatás. Ugye az kellett volna, hogy velem szóba álljon a bármilyen valamelyik hivatal. De még azt a kis piros izét se kaptam meg e-mailben, amit ki kell nyomtatni és kiragasztani az ajtó. Semmi, az égvilágon. Tehát én radar alatt repültem a Covidommal végig. Aminek most ugye elkezdtem, beadtam most a beadványot. Ja, és akkor csatolni kell a dokumentumot a beadványodhoz, hogy te jelzed a hivatalnak, hogy nem érkezett meg ugye a védettségi igazolványod, holott már ugye automatikusan meg kellett volna. De nincs dokumentumom, úgyhogy profi módon egy képernyőképet készítettem arról, hogy nekem van egy pozitív tesztem, és ezt csatoltam JPG-fájban, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz, majd jól megírom. Szerintem ez egy ilyen, én most ilyen állati orvosi, vagy állatorvosi ló leszek ebben a történetben. De ha már táblázat. Ugye kiadott a kormányzat egy másik táblázatot is, sok egyebek mellett. Hát ott sikeresen bebizonyították azt, hogy a Pfizer a legkevésbé hatékony oltószer, ellenben a kínaival, ami ilyen csodálatosan működött. És azt ez annyira fals volt, ugye egyből gyanús volt, tehát így kapásból józan parasztésre gyanús volt, hogy a francban van az, hogy a világban nem ezeket az adatokat látjuk, viszont nálunk meg ugye ez történt. De aztán minden másnap reggel ugye Karapó Katalin is helyre tette a dolgokat egy kicsit. Aztán most a Válasz Online-on is megjelent egy kiváló írás, ahol szakértők mondták el, hogy mi a probléma ezzel. Ugye nem vették figyelembe azt, hogy milyen korosztályokat oltottak, melyik hatóanyaggal. Nem vették figyelembe az időtávot, hogy mikor voltak az oltások. Nem vették figyelembe azt, hogy ki mikor betegedett meg, égvilágon semmit. Amire megérkezett Palkovics miniszter úr válasza, idézem. A szakértőknek az a dolga, hogy értelmezzék ezeket a valamilyen formában, de semmiképpen nem riogatni a népet ezzel az üggyel. Elég bajunk van a vírus helyzettel ahhoz, hogy ilyenfajta statisztikákat ne kritizáljunk. Azok jó statisztikák. Igen, ugye Demeter Csaba is ezt annyival tudott válaszolni hétfőn a parlamentben, hogy tényeken alapulnak. Most csak annyit tennék hozzá, hogy a több mint 26 ezer áldozat is sajnos tényeken alapul. Ehhez képest ugye a kormány ezt most már igyekszik ugye nem annyira tudomásul venni, és most már érdekes módon ugye nem a halálozások számában mérjük a védekezés eredményességét. Tehát ez megint csak olyan tényleg, hogy én mindig tartózkodok attól, hogy a kormány intézkedéseit járványügyi szempontból tartalmilag megítéljen, mert nem vagyok szakember nyilvánvalóan. Úgyhogy maradjunk a kommunikációnál. Tehát egy kicsivel normálisabb, visszafogottabb, őszintebb kommunikációval maga a kormány is egy csomó ilyen kínos szituációt elkerülhetett volna, mint hogy Karikó Katalin teszi helyre ezt az idézőjel statisztikát. Tehát szerintem egy, hogy is mondjam, statisztika bevezető kurzus legelső órán két lábbal rúgnál ki szerintem bármilyen hallgatót, hogyha mondjuk ezt statisztika címén prezentálta volna mondjuk egy szemináriumon. Úgyhogy ez nem is értem, hogy ez kicsit valahogy ilyen, hogy is mondjam, ez a tipikus ki nem kényszerített hibának tűnik nekem. Tehát, hogy ezt miért kellett így nyilvánosságra hozni, miközben egyébként annyi másféleképpen lehetett volna. És még úgy is, hogy ha azt szerintem senki nem vitatja, hogy összességében valószínűleg tényleg minden vakcina
alapvetően azért egy erős védettséget ad. De hogy így addig csűrni, csavarni a dolgot, hogy megpróbáljuk kihozni azért azt, ami nekünk politikailag fontos, ugye a kínait, vagy az oroszt, és akkor ehhez kell egy ilyen haján előfogva előrángatott adatsort közéteni. De szerintem arra valószínűleg azért sokan felkapták már ott a fejüket, amikor a Karikó elmondta, csak ugye ez se jut el a Fidesz szavazókhoz. Hát ezek nem jutnak el, ezek a dolgok. Nem jut el az, hogy vita van a táblázat körül. Azért tévedsz, hogy ez egy nem kényszerített hiba volt, mert amikor megjelent ez a táblázat, utána az én összes fideszes politikus ismerősöm nyomta a Facebookon is ezerrel, tehát ez ki volt adva központilag, hogy terítjük. Sőt, az előbb, hát ha nem is hazudtam, csak elfelejtettem valamit, mert igenis szólt hozzám valamelyik hivatal, méghozzá ez a tájékoztatási lópikula, mert elküldték nekem, mint regisztráltnak, hogy tessék, itt van a táblázat. Tehát, hogy megkaptam e-mailbe, mint regisztrált. Hát igen, regisztrált. Valószínűleg ez több emberhez jut el, mint ez a vita. Annyi, hadd legyek azért az ördögügyvédje, hogy azért a mai kormányinfón már elhangzott az, hogy hát igen, ez nem úgy értették, hogy ez a vakcinák összehasonlítására lenne alkalmas ezt a táblázatot, hanem csak azt jelenti, hogy minden vakcina biztonságos. Viszont az a helyzet, hogy sajnos úgy értették, mert maga Gulyás Gergely mondta az azt megelőző kormányinfón azt, hogy hamarosan a magyar adatokat, eredményeket, kutatásokat is nyilvánosságra hozzák, amiből majd, és ezt elmondta szó szerint, az fog kiderülni, hogy a Sinopharm az jobb, mint a Pfizer, és a Sputnik pedig a legjobb. És ugye ez a pálya, vagy ez a táblázat a maga nyilván elégtelen módján ezt látszik alátámasztani. Tehát, ebből a célból készült, és most pedig visszatáncolnak belőle, és azt mondják, hogy hát nem is egészen arra gondoltunk, de sajnos arra gondoltak, és ezt ki is mondták elég nyilvánvalóan. Nagyon kínos az egész ügy szerintem. Lehet, hogy kaptak egy e-mailt a Pfizer jogászaitól, hogy ez a cégnek mekkora összegű problémát jelenthet, hogyha egy állam kijelenti, hogy ilyen súlyosan nem működik a cucc, nem? Hát meg nem, nyilván nem érdeke Magyarországnak európai szinten sem az, hogy ilyeneket állítson. Na jó, de ez, amíg nincsenek alátámasztva. Ez az egész ennek az ostoba kínai segnyalásnak van alárendelve. Hát nem erről szól. Ha érkezik 6 millió, jó nem érkezett. Nem, annyi, arról szól is, hogy fölvedd a Sinopharmot is. Igen, de oké, csak amikor érkezik tök mindegy mennyi nyugati vakcina, az úgy csöndben, suttyomban megérkezik az országba, és pár nap múlva látjuk a kimutatásból, hogy már itt van. Ha Kínából elküldenek egy darab izét, akkor azonnal kivonul a fél kormány, és Orbán Viktor olyan lelkesen matatott a kormányzati repülőgép raktárának belsejében, mint én, amikor életemben először Bécsbe bementem egy valódi játékból, hogy haszta mindenit, tehát hogy mennyi cucc van. De ez tényleg ez a megszokott üzemmód a kormány kommunikációban, tehát most pofátlan módon saját magamat fogom reklámozni, tehát egy teljesen más ügybe, de migráció, határvédelem, stb. Ugyanez történt a héten, tehát ugye van az Európai Uniós határőrizeti ügynökség, a Frontex, amit ugye csak a, hogy is mondjam, ilyen soros fiókszervezetként jelenik meg gyakorlatilag időnként a kormány kommunikációban az EU-val együtt, mint aki ugye azon ügyködik, hogy szépen ne feltartóztassa ugye a csúnya migránsokat, hanem behozza az Európai Unióba. Most ehhez képest azért kedden szépen csöndbe elfogadtak egy olyan törvényt, ami arról szól, hogy a Frontex egyébként intervenció, szó szerint így szerepel, tehát menekültügyi intervenciót hajthat végre az országban, akár egyébként kényszerítő eszközök és fegyver használati jogosultsággal is. Tehát ami egy normális európai jogalkotási aktus volt, ugyanis egy európai tanács döntés nyomán hozott rendeletet emeltünk be a magyar jogba, ami teljesen normális és természetes. Csak éppen itt is arról van szó, hogy teljesen hogy mást mondunk, és aztán közben azért fű alatt meg mást csinálunk, mert az EU, hogy az EU-ról ma bárki pozitív kontextusban beszéljen, az természetesen az a blaszfémiával ér fel kormánykörökben. De most érdekes, amikor az uniós támogatásokról volt szó, nem nagyon hangzottak el az azt követő kommentárokban negatív értékelések az unióval kapcsolatban. Hát a büdös pénzüket. Nagyon diplomatikus hangvételű közlemények születtek utána és nyilatkoztak. Jó, de hát ez meg a másik, ami mindig is ez ment, nem? Tehát, hogy ebben sincs semmi újdonság. Csak idegesítő, hogy nem, tehát nem azt gondolom, hogy mi látjuk
kizárólag jól a valóságot. De amikor a valóság mondjuk ilyennek tűnik, mint amit András most elmondod, akkor valami nehéz küzdeni ezzel ellen a virtuális igazság ellen, a valóság ellen, amit a kormány teremt. Mert hát mit tudsz mondani, mit tudsz tenni. Mit szóltak a nyitáshoz egyébként? 4 milliónál, ugye nyakunkon a nyitás. Hétvégén már lehet, hogy megtörténik. Az első hétvége az parádésan sikerült, nem? Tehát Budapesten az ki lehetett tenni, mindenhova megtelt. De nem csak az étteraszokra, hanem úgy mindenhova. Az túl kockázatos szerintem. Ez a nyitás? Most, ez nyilván nem, hanem az, hogy így. Tehát, hogy ezt semmiképp se kellett volna, de nyilván ez kézenfekvő volt teljesen. Tehát, hogy ennyi bezártság után nem hiszem, hogy az emberek tudtak volna másképp viselkedni, de hát azért nagyon remélem, hogy ebből nem fog kinézni egy negyedik hullám. Nem a mostani teraszozgatásból, hanem úgy általában abból, hogy mondjuk elérünk 5 millió beoltottat, vagy 5,5 millió beoltottat, és nem tudom, hogy utána milyen ütemben fog ez a dolog növekedni. És most annyira legyünk azért méltányosak a kormánnyal szemben is, hogy természetesen itt rengeteg szempontot kell mérlegelni. Tehát az, hogy bármennyire is kockázatos egy nyitás, ott vannak a gazdasági érdekek, ott vannak a tönkrement vállalkozások mögötte, az elvesztett munkahelyek. Tehát azért rengeteg dolgot kell mérlegelni a kormánynak, és igenis, és egyébként, hogyha őszinte kommunikáció vagy, ezt is el kell mondani, hogy itt két serpenyő van. Hamarabb nyitunk, több fertőzés lesz, több halott lesz. Később nyitunk, több tönkrement vállalkozás lesz, több tönkrement egzisztencia lesz, több ember veszíti el a munkáját. Ezt a kettőt kell valahogy egyensúlyba hozni. Én nagyon örülök, hogy mondjuk nekem speciál nem nekem kell ilyen ügyekbe döntenem. De hát azért választották meg a kormányt, hogy ő döntsön. Na várjál, de én nem vagyok ilyen, sőt én nyitáspárti voltam végig, tehát nekem ezzel semmi bajom nincs, úgymond. Csak egyszerűen csak, jó, nem tudom, tehát olyan fura volt látni. Miközben meg nyilván erre lehetett számítani. És nem is ez volt fura látni, most már teljesen beletekeredtem, inkább nekem utána azt követő, hogy a hétvégét követő vita volt valahol egy kicsit vicces, amikor egyrészt a kormány volt hibáztatva azért, hogy másrészt meg a nép volt hibáztatva azért, igen, hogy miközben meg tökre benne volt a levegőben, hogy... Szerintem is ez ilyen szép valaki, sok hülye kimegy az utcára, hát most könyörgöm, ez egy természetes emberi reakció volt szerintem egy ilyen helyzetben, tehát... Azért annyiban szerintem, tehát hogy igaza volt azoknak is, akik az állampolgárok felelősségét hangsúlyozták, mert van, de annyiban mindenképp felelős szerintem a kormányzat, mint akkor is, mint ahogy András mondja, valamikor valamennyit muszáj különböző más szempontok miatt nyitnia, abban akkor is felelős, hogy ezt hogyan kommunikálja. Tehát hogyha úgy kommunikálja, hogy menjetek és kocincsatok, nincsen semmiféle korlátja ennek, akkor valószínűleg sokkal inkább úgy fognak tenni, mint hogyha azt hangsúlyoznák, hogy nagyon hatékonyan képesek különböző olyan dolgokat kommunikálni, amelyekkel nem hiszem, hogy nagyon egyetértünk, akkor ezt is kommunikálhatták volna szerintem hatékonyan. Hogy, de mondjuk könnyű érted. Hogy ez nem úgy van, hogy fürtökben lógunk egy 4 fős asztalnál 15-en maszk nélkül, hanem mondjuk megpróbáljuk azért többé-kevésbé tartani a távolságot. Olyan létszámkorlát mondjuk, vagy valami. Szóval hogy könnyű Orbán Viktornak, mert ő Rogán Antallal ihatott együtt, és ugye Orbánnak nincs megtakarítása, Rogánnak sok van, érted? Tehát persze, hogy ő ilyen lelkes hangulatban köszöntötte a nagy nyitást. Egyébként ez, ami utólag fellángolt vita, az kicsit nekem arra emlékeztetett, amikor így állnak az emberek a plázában, vagy a plázában, a valamelyik szuper vagy hipermarketben, mondja egy nagyon rossz időpontot, amikor arra számítasz, hogy senki nem lesz ott. Kert délben, és 200-an állnak előttük a sorba, és akkor felháborodott, hogy mi a picsát keres itt ennyi ember, mondja az ember, aki ott van egyébként, és ő is mi a picsát keres ott. Igen, szóval, hogy a ez egy kicsit olyan volt. Karácsonyi rohanásban, igen, ez fogja, hogy sok hülye mindenki az utolsó pillanatra halasztja a karácsonyi vásárlást. Szóval ez nekem egy picit olyan volt, mert tényleg, hát nyilván senki nem úgy indult neki a első szabad hétvégének, hogy na majd most jól össze fogok tömegesedni a többi emberrel, és majd jól veszélyeztetjük egymást. Csak hát aztán mindenki pont, hogy erre gondolt, és lett belőle az, ami... Na majd, de most már enyhülnek ugye a izék, mert azok a szerencsés emberek, akik megkapják az oltási igazolványukat, ugye egy könycset, ők mehetnek most már majd éttermek belső részébe, hotelekbe, aztán
Színházban. Színházban, moziba, művelési központokban, múzeumokban. Meccsre. Mentek meccsre? Én szoktam. Milyen szurkoló? Videóton. Nagyon komoly közös pontjaink vannak Orbán Viktorral. Hát, ugye. Hogy ne lenne. Én még nem voltam soha. Hát így stadionban, futballmeccsen, de most szerintem ki fogom próbálni. Most, hogy újra lesz rá lehetőség. Tényleg. Engem elkeserítettek az előbb itt a kollégák, mert pont ugyanezt gondoltam én is, hogy én nagyon régen voltam válogatott meccsen, a magyar-román mérkőzésen voltam. Nagyon jó volt, tele volt a stadion, és így hatalmas hangulat, hú, imádtam, tényleg jó volt. És hogy most megint elmennék, de most elkeserítettek, hogy azóta már nem olyan egyszerű, hogy én itt becsattogok egy meccsre, hanem hogy az adott, hogy van az adott csapatnak a szurkolói, akármilyet el kell fogadnom, akinek én szurkolni fogok, és akkor jön a vénaszkenner, meg regisztrálni, mert nem tudom, hogy van ez? Hát igen, igen, de én azt gondolom, én hogy is mondjam, mert ennek nem vagyok annyira az ellenzője, mert azért mióta ezeket bevezették, azért mégiscsak nincs annyi verekedés meg egyéb a magyar stadionokban, úgyhogy... Már sincs. Rég néztem foci meccset. De tehát most tényleg nincs olyan, hogy én oda csattogok lelkesen egy stadionhoz, és jegyet veszek a bármilyen meccsre? Nincs. Legutóbb én apukámnak vettem jegyet, és neki van szurkolói, videóton szurkolói kártyája, és akkor úgy kell, meg kell adni a számát, stb. Úgyhogy igen, persze. Na jó, akkor maradnak a válogatott mérkőzések, nem, hogyha megcsípek valami jegyet. Hát. Vagy a bükkábrány makosodjka mérkőzés. Na mindegy. Ami lehet, hogy jobb lesz egyébként. Hollik Istvánhoz mit szóltok? Ugye kiposztolt egy ilyen, már 25 ezeren vagyunk, köszönöm. Hát ugye jó, itt a és akkor három óra múlva leszették. Szerintem itt túl volt, megmondom őszintén. Hát Hollik István egy nagy kedvencem, tehát nyilván én lennék az utolsó, aki megvédeni emberünket, de most megfogom. Tehát én vagyok az utolsó, aki megvédi. Mert hogy itt ez kicsit túl lett lihegve, nem? Tehát ugye akkor voltunk ilyen 25-26 ezer halott környékén, és akkor így sokan belelátták, hogy na milyen szerencsétlen egybeesés. Nekem ez így, megmondom őszintén, nem esett volna egybe. Hát na, szerintem de, és kínos volt, és a közösségi média szerkesztője az, aki szerintem itt ezt a hibát elkövette. Tehát, hogyha ha valaki valamit külső szemmel olvas, még hogyha Hollik István maga is nagyon örül annak, hogy már 25 ezer követője van, igen, akkor is ezt külső szemmel kellett volna nézni ennek a szerkesztőnek, és azt mondani, hogy mi is 25 ezer mostanában, jaj, a halottak száma, hát igen, akkor ezt inkább hagyjuk. Én azt gondolom, hogy nem vagyok vádolható embertelenséggel, de hogy nekem ez tényleg nem volt meg így elsőre, nekem se, hogy ez... Ezt így is, én nem én hiszem, hogy lehet volna bármilyen cinizmus vagy rossz szándék, elfogadom, vagy bármi csak egyéb, mondom, szóval ez... Ne, az biztos, tényleg, hogy nem volt. Igen. Ők csak egyszerűen, ez egy ilyen szokás, hogy megvan a 25 ezer. Egyébként Hollik István 25 ezer lájknál szerintem illett volna egy live bebaszós videót csinálni. Csak szólok. Na, az viszont dráma, hogy Hollik István 25 ezeren követik szerintem. Csak az irítség beszél belőle. Ez így van. Jó, mindegy, szóval ez nekem nem volt meg tényleg. De nem tudtam, ez a live bebaszós videó, ezt nem tudtam, hogy ilyen létezik. Sőt, a 20. században, igen, ilyen valamikor ilyen lépcsőfokok vannak, és akkor egyes youtuberek ezt azzal ünneplik, hogy a közösségükkel együtt úgymond live-ban megünneplik. Igen. Egy új galaxis nyílt ki számotokra, igen. Úgy láttam. Jó, akkor... Értetlen tekintetek. Én mindig is próbáltam, tehát a tendenciákat követ, most már nem lehet. Tehát de igen, de nagyon trendi vagy azért, az látszik, igen. Tehát. De most már nem lehet, tehát most már azért a TikTok, meg nem tudom, meg már annyi felület van, hogy ott már elvérzik az ember, de legalább az ilyen mainstream-es dolgokat úgy, ahogy valamennyire. Csak hogy azért, hogy lásd, hogy merre hömpölyögnek a világ dolgai. Na, itt van egy másik youtuber, Lenkei Gábor. Mert az ügy... De megvan jelenkei. Természetesen megvan, igen, gondoltam is, hogy nem kéne egy bizonyos szint alá menni szerintem, de akkor itt van te vagy a műsorvezető. Jó, akkor itt van egy youtuber, akinek nem mondom meg a nevét. Az ügyészség szerint körülket tekintően ki kell vizsgálni azt, hogy felmerül-e rémhírterjesztés gyanúja azzal az orvossal szemben, akit feljelentettek a víruskritikus kijelentései miatt. Szóval inkább, jó, ebben nem is Lenkei Gábor ugye az érdekes ilyen szempontból, hanem az, hogy a szólásszabadság kontra vírus és a vírusnak a hatása, meg ami történik, hogy azt most hogy lehet egyensúlyba rakni? Szabad-e egyáltalán ezzel foglalkozni? Miért nem mondhatná el bárki, ami az ő véleménye ezzel az egésszel kapcsolatban? Vagy pedig igenis árthat, és a közösség védelme érdekében. Tehát szerintem ez egy ilyen
kicsit elvont, de mégis így a szólásszabadság szempontjából fontos vita. Ártani árthat, és elmondani pedig elmondhatja, és szerintem azért nagyon-nagyon nehéz ezt büntetni, mert itt ugye tudatos, tehát valótlan tény állításáról, vagy valamilyen valós ténynek a tudatos elferdítéséről van szó, és azért nem mindenre húzható rá az, hogy egy ilyen tényről van szó. Tehát például, hogyha ő azt mondja, hogyha jól tudom, akkor azt mondta őszintén, szóval ezt nem néztem meg, hogy ő nyugodtan belefekhetne egy kád koronavírusba, és nem történne semmi baja. Hát ugye az nem ilyen tényállítás, az legfeljebb egyfajta felelőtlenség. Tehát hallottunk már azért ilyeneket a magyar nyilvánosságban. Nem, ez a legnagyobb baj, Lenkei Gábor az gondolom, hogy ilyeneket mond. Szóval lehet ezzel próbálkozni, de nagyon nehéz, bocsánat, csak ennyit akartam, tehát hogy nagyon nehéz ezt a tényállást azért bármire megalapozottan ráhúzni. Hát jogalkalmazó legyen a talpán azért, hogy akinek itt most döntenie kell, tehát mert mind a kettő, azt gondolom, hogy mind a kettő, vagyis milyen szempont nagyon-nagyon fontos és hangsúlyos. Tehát egy ilyen tömeges vírushelyzetben az is, hogy mennyire dezinformálunk, vagy mennyire nem, meg azért igen, a szólás és véleményszabadság is. Tehát ugye azért a sokkal egyszerűbb ilyen szempontból az, hogy ami a magyar jogban ugye mondjuk közösség elleni izgatás, vagy uszítás, vagy egyéb tényállás, ahol konkrétan mondjuk fel kell szólítani valakit, hogy valaki ellen kövessen el bármilyen atrocitást. Ezt könnyebb nyilván sokkal megítélni, mint egy ilyen idézőjeles véleményt. Úgyhogy roppant okos leszek a mai műsorban, de ismét csak azt tudom mondani, hogy örülök neki, hogy nem nekem kell ezt az ügyet elbírálni élesben. Ez tényleg egy nehéz kérdés. Én amúgy most nekiálltam Lenkei videókat nézni, hát azt hittem, hogy ahhoz kell a két sör. Kemény volt. Jó, nem, ez most ennyi, tehát letudtam az életemnek a Lenkei Gáborra szánt etapját, azt kimerítettük maximálisan ma délelőtt, hogy ezt is ledöbbentem, hogy miért lehet ezt a figurát követni tényleg. Tehát annyira nem jó. Tehát, hogy nem az van, hogy legalább jó lenne. Tehát akkor azt mondom, hogy oké, hogy ez ilyen profétikus valami figura, és akkor vannak neki hívei, és mit tudom, hisznek benne. De teljesen rossz volt, amiket ő ott előadott. Viszont leginkább véleményt fogalmazott meg. Most megnéztem, hogy nem tudom hány videót. Tehát igen. És aki egyébként egy kádnyi Covid vírust össze tud gyűjteni, azt szerintem bármire egyébre is képes, úgyhogy Fertőtó. Mikor jártatok utoljára a Fertőtónál? Nagyon régen. Hát már én is jó régen sajnos. Én nem olyan régen, 2 éve azt hiszem, és akkor már nagyon cudar állapotban volt ez a cölöpváros, amiről most ugye vita van. Hát már nincs vita, mert ugye elkezdődött a beruházás. Ugye az történik, hogy a Mészáros és Mészáros Kft. Nyerte a közbeszerzést, hát ugye ez volt a breaking news része a dolognak, és akkor 9,3 milliárd forintból építhet 813 vitorlásnak kikötőt, meg 500 csónaknak is, és akkor teljesen átalakítják ott azt az egészet. És hát fellángolt a vita, hogy megint egy ilyen durva fideszes átépítésről, meg beépítésről van szó, ugye a NER, ahogy időnként nem túl igényesen nyúl hozzá egy ilyen építészeti feladathoz. Ezzel szemben én, amikor ott jártam, akkor azt láttam, hogy elég cudar állapotban volt már ez az egész. Messziről nagyon jól nézett ki, tehát aki nem volt ott, annak most ezt így nehéz lesz elmondani. Szerintem érdemes rákeresni így tényleg fotókra. Most a profik lennénk, akkor mutogatnánk képeket, de nem vagyunk profik. Nagyon hosszasan lehetett besétálni ezen a cölöpökre épített stékszerűségen, egy ilyen vízi sétány volt, és akkor jobbra-balra voltak inkább be a tó fele, ilyen-olyan vendégházak, nyaralók, postán, nem tudom, ilyen cégeknek is üdülői. Amikor ez csúcsponton volt, akkor szerintem irgalmatlanul jól nézhetett ki, amikor még szépen karban tartották, meg működött, de most már így 2 évvel ezelőtti állapotában egy kicsit már olyan életveszélyes szaga is volt a dolognak. Meg tudjátok, mire emlékeztetett? Vannak ezek a magyar ilyen horgászbódés tavak. Igen. Amit messziről ránézel, és akkor baromi jól néz ki, ilyen kis színes kis vigyilók is ott tükröződnek a vízen. De amikor közelmész, akkor meg azt látod, hogy ilyen-olyan-olyan ilyen nyomorútól összeeszkábált valamik, és akkor úgy közelről már nem annyira szívmelegítő a látvány, tehát valami ilyesmi. Úgyhogy most ebben megint csak igazságot kell tenni, hogy akkor kinek van igaza.
aki a Cölöpvárosra azt mondja, hogy ezt meg kellett volna menteni, és valahogy még életet lehelni bele, vagy pedig hát akkor jöjjön a újdonság. Én úgy gondolom, bármi jöhetett volna, ami nem jár több, nagyobb építéssel, betonozással, hatalmas létesítményeknek a fölhúzásával a természetvédelmi területen. Tehát én nagyon várom már azt a pillanatot, amikor valakinek egy ilyen területtel, vagy egy ilyen terület fejlesztésével kapcsolatban az a forradalmi ötlete támad, hogy ne építsünk semmit. Ne! Tehát, hogy még véletlenül se építsünk semmit. De mégis azt látjuk, ugye Balatonon is azt látjuk, meg Tatán is azt látjuk, mindenhol azt látjuk, hogy mindenki úgy érzi, hogy az ilyen természeti tájakba bele kell építeni különböző monstrumokat. Nem kell. Tehát persze több turista fog oda menni, azon valaki biztos, hogy egy szemmel látható összeget fog keresni, de hogy mégsem ez a jó. Ez nem jó. Nem helyes. Nem tudom, és én ahogy idősödök, valószínűleg úgy válok egyre sötét-zöldebbé ebből a szempontból. Tehát én is azt mondom, hogy még ilyen helyekre betont, követ, épületet, stb. Ne, pluszba semmiképpen se. Tehát, és ami ott zajlik egyébként, az nem az, hogy a lerobbant Cölöpvárost felújítják, és lesz valami más, hanem ez egy léptékeiben ötször akkora valami. És ugye mi is jártunk ott, a kollégám járt ott a helyszínen. Tényleg az van, hogy a nádas helyére kamionszámra viszik a dolomitot, és öntik be a betont a vízbe, a sziklákat, stb. Tehát ott egy ilyen gigamonstrum épület, komplexum készül majd, és nekem az a bajom ezzel szerintem, hogy, és fejlesztés persze, ugye most a 70-es években, amikor a fél normafát letarolták, és megcsinálták azt a buszfordulót, meg egyebeket, akkor az is fejlesztés volt természetesen, amikor Brüsszelben a városban egy kis folyócskát egy az egybe lebetonoztak, és gyakorlatilag csináltak belőle egy csatornát. A 70-es években az is akkor fejlesztésnek minősült. Egy csomó olyan fejlesztés van, amire van már így 20-30 év távlatában, fogjuk a fejünket. Nekem az a bajom ezzel, hogy majd a gyerekeink 20-30 év távlatában valószínűleg azt fogják mondani, hogy hát nem kellett volna ezt így elkúrni, mert ez nem egy fejlesztés volt, ez egy eszméletlen idióta pusztítás volt. Hát igen, és ami már megvan, azzal ugye nem lehet mit kezdeni, tehát tudjuk azért a Balaton part is egy nagy részében eléggé sűrűn be van építve, tehát nem azt mondom, hogy ezt akkor most hordjuk el onnan, de hogy azt lehet nyugodtan mondani, hogy oké, most már ez megvan, de többet ne. Ne. Nem magasabbat se, szélesebbet se, olyat se, amiben több beton van, meg nagyobb részben építi be a telket, ne. Tehát, hogy egyébként a földi halandókra nagyon szigorú szabályok vonatkoznak az építési jogban, ezt mondanom se kell. Tehát, hogy ha valaki nem nemzetileg kiemelt beruházás, akkor megnézik az épület magasságot, megnézik, hogy milyen arányban van beépítve a telek, de itt senki nem nézte meg, hogy milyen mértékben építenek be mondjuk egy természetvédelmi területet. Roppant szigorú szabályok, most bocsánat, ha vitatkozok egy kicsit, most azért emlékszem még a 444 csinált riportot, ugye a Tihanyi félszigettel kapcsolatban, tehát ott is, amikor 100-200 milliós villák miatt ugye a fél hegyet már éppen letarolják, és akkor akár fél millió forintra is megbünthethetik a beruházót. Ja, nem megszak, szóval, tehát, Kornéli azt mondta, hogy földi halandókra vonatkoznak. Te most mit tudom én. Igen, tehát a nem földi halandók, ők... Igen, de az tényleg úgy van, hogyha van mondjuk 1400 négyzetméteres telked, és mondjuk 30%-os a beépíthetősége, és te felhúzol rá ugye egy 300 négyzetméter alapterületi házat, akkor az úgy jó lenne, de hogyha még egy beton járdát is építesz hozzá, akkor azzal már megsértetted a szabályokat, mert ugye az is beépítésnek számít, és akkor már ki fogsz kapni. Tehát ilyen szempontból tényleg az van, amit a Kornéli mond, de a nem földi halandók, hát azok elhordják a fél hegyet, és akkor mi van? Semmi probléma nincs. Azon gondolkodom most egy kicsit felülbírálva még, amit mondtam az elején, hogy látjátok, ezért jó egy ilyen beszélgetős vitaműsor, hogy lehet, hogy tényleg mégiscsak meg a Cölöpvárost kellett volna megmenteni, mert az a hang, csak mondom, nekem nehéz volt elképzelni azt, hogy milyen lehetett volna egykor is, milyen lehetne esetleg, mert akkor már nagyon vacak állapot volt. Szóval, hogy belegondolok, hogy tényleg ott, hogyha azt megcsinálják jól, és úgy mész ezen a hosszú fa stégen, és jobbra-balra ilyen helyek vannak, ahova beülhetsz, és akkor alattad csobog a tó, és a tó vize, és közben ott teszed a kis, mit tudom én, midet, akkor az nem rossz. Még az például jó lehetett volna. Meg hát a szálláshelyek is. Milyen hangulatos egy ilyen faházban
ott éjszakázni egy ilyen körülmények között. Hát ehelyett akkor majd lesz jó kis NER kikötő ezek szerint. Tatán mi a helyzet tőlem? Én nemrég voltam ott, mert elmentem megnézni egy ilyen oltópontot, és amikor így ott elsétáltam annál a résznél, ahova tervezik ezt a fantasztikus hotelt, hogy megnéztem a Google-ba a látványt, és oda raktam, és úristen, tehát, hogy ez brutálisan fog kinézni. Hát ugye Zsupán András kollégánk ugye Válasz Online-nál ő írt nagyon-nagyon jó cikkeket ezekkel kapcsolatban, például Tatával kapcsolatban, és ugye ő is így elemezte ezt a látványtervet, hogy milyen szépen, papíron milyen szépen zöld lesz minden, és tájba illő, ami a valóságban gyakorlatilag egy förmenmény lesz, és ott is tökre lesz téve az egész. Igen. No de, jó hír az, hogy megjelent a Népszava, de nekik könnyű merült, napilap ugye, igen. És az úgy benne van, de megjelent a Magyar Hang is, ami viszont heti lap, mint tudjuk. Tamás Gáspár Miklóssal van egy nagyon jó kis interjúnk. Hát a remek publicisztikák, ezt mindig elmondom, meg a remek riportok. Nagyon szép, hát ezt megfogalom, zörgés, nem. Gyönyörű szép riportot írt a Tompos Ádám, és a kép is nagyon jó hozzá, ilyen fantasztikus nagy fotó van, úgyhogy azt is ajánlom sok szeretettel. Köszönjük, hogy vesznek minket, köszönjük, hogy néztek minket, köszi, hogy jöttetek beszélgetni. Köszönöm meghívást. Köszönjük.